A kívülállók a 17 vereséggel és mindössze 4 döntetlennel bíró tök utolsó NB3-as kis csapatot, a Majost sajnálják, mi több lesajnálják a kudarcos NB3-as kaland miatt. Nincs pánik a csapat házatáján ennek ellenére sem. A biztos bentmaradást jelentő 14-15. Helytől persze momentán fényévnyi messzeségbe kerültek. Pianyvári László biztos abban, hogy nem 3 vagy 4 pontot, hanem ennek többszörösét szerezheti a most télen minőségi játékosokkal erősödhető csapata. Én magamra vállalom az én hibámat abban a tekintetben, hogy nem hittem azoknak a szakembereknek, illetve az NB3-ban megfordult játékosoknak, akik óva intettek attól, hogy könnyedén vegyük ezt az egészet. Sajnos bebizonyosodott, hogy lényegesen nagyobb a szakadék a megyeosztály és az NB3 között. Szegény embert még az ág is húzza, pályát ritkító sérülés hullám söpört végig kétségtelen a kis Majoson. Sokszor a 20-as keret fele a maródiak listájára került, és ifikkel töltötték fel a csapatot. 24-25 fős kerettel vágtunk neki a bajnokságnak. Evel szemben 4-5 olyan mérkőzésre is elutaztunk, ahol 11-12-en utaztunk, hiszen a sérülések tizedeltek bennünket. Nem jó érzés, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy jó érzés, hogy 21-ből 18-szor elvernek és lógóra jövünk haza. Természetesen ilyenkor sokkal nehezebb a hangulatban, az öltöző jó hangulatot teremteni, hisz ahol siker van, ott van jó légkör. Játékosok és a vezetés is felettébb kíváncsi arra, hogy egy komplett sérülések nélküli, minimum 3 minőségi focistával kibővült Majos mire megy majd a tavasz idényben. A csapat megerősítése egyébként jó úton halad, így például már az első újévi edzésen is jelen volt 2 az osztrák tartományi ligából érkező magyar focista. Szeretnénk olyan játékosokat hozni, akik kész játékosok, akik a tapasztalatukkal vagy a rutinjukkal tudják segíteni a csapatunkat, és hát nagyon bízom benne, hogy egy sikeresebb, hát biztos, hogy sikeresebb, hogy mennyire sikeresebb tavasz vár ránk, de minden meg fogunk ennek érdekébe tenni. A klub elnöke amondó, ha mégsem sikerülne bent maradni, de a fejlődés mindenképpen tetten érhető, az a majosi foci hasznára lesz. A megyei élcsapatnak számító Bonyhád VLC az ősszel visszaesett játékban is eredményességben, a vezetés Kölő Roland korábbi sikeredző távozása után új edzőt szerződtetett, mégpedig Szekszárdól. DNS Pál a rendszerváltozás utáni időszak egyik legsikeresebb Tolna megyei trénere vett át a csapatot, aki a megyeszékhelyen az NB3-as bajnokságban és a Magyar Kupában maradandót alkotott veretlenségi sorozatok felállításával, korábban a Magyar Kupában történő menetelésekkel. Én úgy gondolom, hogyha a téli időszakban tudnak igazolni 3-4-5 játékost, akkor komoly szansz van arra, hogy bent maradjon a csapat, egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. Bonyhádon nem is lehet más a cél, mindig a soron következő mérkőzést meg kell nyerni, és szeretnénk olyan csapatot formálni, amely közönségcsalogató, sok gólt hoz, és lehet, hogy a gólok száma úgy alakuljon, hogy a mi csapatunk nyerjen. Hát ehhez mindjárt az őszi utolsó meccsünk rangadó is volt a Gerjennel szemben. Hát az a része sikerült, hogy sok gólt hozzon, hiszen 3-2-re kaptunk ki. Hát az előjelen szeretnénk változtatni. Természetesen a már rátermettségüket bizonyító olyan fiatal saját nevelésű játékosoknak, mint Agics, Hambuk vagy Kaufmann igyekszik még több játék lehetőséget biztosítva meggyorsítani a fejlődésüket, beillesztve őket a csapat szerkezetbe. Persze a versenyhelyzet megteremtése miatt szívesen fogadna már most télen 1-2 új játékos DNS Pál. Én úgy gondolom, hogy igazán a nyári időszak lesz az, amikor ki lehet alakítani olyan csapatot, amelyel biztosan meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Persze pont hátrány ide vagy oda, nehézségek amoda, a klubvezető és a csapat szurkolói úgy vélekednek, ennek a Bonyhádnak a bajnokság végére fel kell tudnia kapaszkodni a dobogóra, miközben már előre a következő bajnokságra tekintenek.